20-e már fenten. Jó, oké, és innen leteheti. Folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. A sürgősségi betegellátó osztály vezető főorvosa szerint nagyon fontos a védőoltás. A legelső vonalban látjuk azt, hogy mennyire súlyos egy-egy olyan beteg állapota, aki tényleg elkapta a koronavírust, mennyire pillanatokon belül tud változni a helyzet a stabilból, az instabilba, és akár halálig is eljuthat ez az egész folyamat. Én azt gondolom, hogy aki egyszer is találkozott ilyen súlyos beteggel, az nem gondolkodik, hogy az oltást fel kell venni. Végre itt van a kezünkben az a megoldás, amivel az egész koronavírus fertőzésnek véget tudunk venni. A főorvost egy hete oltották be, mint mondta, megéri elviselni ezt a kis szúrást. Nincs olyan mellékhatása, és nem, úgy tudom, az országunkban sem tapasztaltunk olyan szintű mellékhatást, ami bármelyen pillanatig is felvetné azt, hogy az emberek ne oltassák be magukat. Minden egészségi beavatkozásnak természetesen lehetnek mellékhatásai, káros hatásai, de nem gondolom, hogy ez az oltás az, amit ezt egy pillanatig is nekünk mérlegelnünk kell. Az oltást Kecskemét polgármestere is népszerűsíti egy a Facebook oldalán közzétett videóban. Szemereiné Pataki Klaudia a felvételen elmondja, mielőtt ő is regisztrált volna a vakcinára, több orvosnál is tájékozódott arról, hogy milyen hatásai vannak a védőoltásnak. Szükséges felvennünk a védőoltást, nem csak saját magunk védelme érdekében, hanem a szeretteink, családtagjaink, munkatársaink, környezetünk védelme érdekében. A védőoltás nem tartalmazza a vírust, ez számomra egy megnyugtató válasz volt az orvosok részéről, úgyhogy most regisztrálok a weboldalra, kérem fontolják meg és tegyék önök is. Regisztrálni továbbra is a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.